Szia Tamás, a nevem Artúr, nyugodtan olvasd be. Azért fordulok hozzád, mert te tudni fogod, milyen érzés, és esetleg tudsz adni tanácsot ebben. Édesapám boltokból vesz fel rendeléseket élelmiszerekre egy raktárból. Ez úgy történik, hogy besétál, egy csak szöveges katalógust mutat a főnöknek, az kiválasztja, hogy mit szeretne, és felírja a megrendelést. Sokan kértek tőle képes katalógust, ezért elkezdte az internetről összegyűjteni a termékek képeit, és alapszintű Photoshop tudásával összerakott egy kis katalógust. Na ekkor jön az én szerepem, ugyanis a kis no-name termékhez nincs kép sehol, így ő ezeket a mobiljával általában iszonyatosan homályosan lefotózza, és ezeket nekem kell körbevágni PS-ben. Naponta kapok újabb ilyen képeket, és nagyon sok van. Nem tudja megérteni, hogy miért nem csinálom néha meg, ugyanis ilyenkor fáradt vagy álmos vagyok, esetleg nincs kedvem, mert szerinte az nekem pár kattintás, és lelkemre próbál azzal hatni, hogy ennyivel nem tudod megsegíteni a pádat. A varázspálcával esélytelen kijelölni, mivel komplikált a háttér, és nagyon össze van mosva a termék széle vele, így pentúl használatával, ahogyan a videóból tanultam, szoktam. Hogyan értethetném meg vele, hogy egy kicsivel több idő az ez annál, ahogy elképzeli, és ezt nem lehet robotolva csinálni, mert az ember életkedvét is elveszi. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy édesapám rossz apa lenne, esetleg kényszerítene erre, vagy ha nem csinálom meg, nincs kaja. Csak igen unalmas és bosszantó tud lenni iskola után egyből ezzel kezdeni a napomat. Válaszodat előre is köszönöm, jó egészséget neked. Köszönöm szépen a jó egészség kívánságot. Hát igazából én nem tudom megmondani azt, hogy te hogyan tudnál hatni a te édesapádra. De el lehet magyarázni bizonyos dolgokat, analógiákat vonni, és akkor párhuzamokat, és akkor talán abból hát egy kicsit jobban megérte a dolgokat. És akkor innentől kezdve neki is szól a videó, tehát nyugodtan hívd be, mutasd meg neki ezt a videót, hogy most itt van a hozzáértő ember, és megmondja a tutit, hogy miért nem jó ez így. Na, kedves Szabó apuka, tessék ide figyelni. Én nem ismerem önt, ismeretlenül szólítom meg, ezért nézz el nekem, hogyha tévedek, de azt elmondhatom, hogy a termékfotózás az a fotózáson belül is egy külön szakma. Tehát ugye a fotósok is szakosodni szoktak, valaki csak természetfotós és madarakat fényképez, valaki meg termékeket fotóz, valaki meg külön kajákat fotóz. Ezekhez meg kell lenni a szükséges felszerelésnek. Most én nem azt mondom, hogy vegyem meg 150 ezer forintért egy DSLR gépet, meg hozzá újabb 50 ezer forintért tárgysátort, vagy boxot, meg hozzá lámpákat. Nem erről van szó, hogy most egy 200 ezer forintos beruházás kell, de azzal tisztába kell lenni, hogy az ilyen amatőr, dilettáns módon lefényképezett áru nem lesz vonzó. Tehát a megrendelőnek ez egyáltalán nem lesz vonzó. A termékkatalógusban ilyen szarfényképek vannak, nem normális fényviszonyokkal, az csak szar. Tehát az az egyik dolog, hogy kibasz a képszerkesztő fiával, hogyha egy telefonnal próbál meg világítás nélkül, tehát ha nincsen fényképezőgépen még egy ilyen szar kompakt se, mint nekem, mert, na itt van ez, már össze van ragaszgatva celluxal meg szikszalaggal, de arra még jó, hogy van rajta egy vaku, bár a vaku még mindig nem a legjobb megoldás, de a semmilyen fénynél még a beépített vaku is jó, meg az autofókusz is jobb a semminél. Egy ilyen gép a minimum, amivel bármit is le lehet fotózni, tehát nem telefon, a telefont azt el kell felejteni. A telefon az arra való, hogyha lemegy az ember a buliba, mit tudom én, a részek tinédzser barátaival lefényképezi az asztalon a sört, vagy a popcornt, és feltolja a Facebookra, az hót mindegy, hogy azon szarok a színek, szemcsés a kép, ugye zajos, meg bemozdul, mivel nincs fény. Azért mosódik el minden kontúr rajta, mert nincs elég fény, és a telefonnak ugye hosszabb, megnövekszik az expozíciós idője.
Tehát, ha nem akarjuk, hogy bemozduljon a kép, és nincsen más fényképezőgépünk, nem mondom, hogy DSLR, még egy kompakt sincs a kéznél, csak egy telefonunk van, akkor kettő dolgot lehet megtenni. Az egyik, hogy a tárgyat nagyon jó bevilágítjuk. Fogunk egy lámpát, akár egy közönséges izzó is jó, de minimum egy ilyen fotólámpát meg kéne venni. Ez egy 65 wattos teljesítményű spirális izzó, körülbelül 3000 forint beruházás, és bele lehet rakni egy normális E27-es foglalatba, és ez még mindig nem a legideálisabb, mert árnyékok lesznek, de a semminél jobb, és ennek a fehér fénye garantálja, hogy a termék az olyan színű lesz a képen, mint amilyen valójában. Tehát egy ilyet meg kell venni, ez egy 3000 forintos izzó, és elég fényes, elég fényt ad hozzá, hogy egy tárgyat le tudjon fotózni. Annyit tegyen meg, ha nem vesz fényképezőt, vegyen egy ilyen izzót. 3000 forint. Meg kell vele világítani a terméket, és utána már, hogyha telefonnal is fotózza, nem fog bemozdulni. Persze, ha kellő távolságot tartunk, mert ugye, hogyha a kamerának a fókuszán belülre rakjuk, ugye ez se lehet a végtelenségig közelíteni, tehát meg kell találni a telefonnal azt a távolságot, ami még éles képet eredményez. Mit tudom én, egy arasznyi legyen. És nagy felbont, a legnagyobb felbontás legyen, a minimális fókusztávolság meg legyen, rendesen be legyen világítva, és akkor már nem fog bemozdulni a kép. A gyerekének könnyebb lesz a feladata, a másik dolog, ha nem akarja állandóan szivatni azt a gyereket, tegye azt a kurva terméket egy fehér háttérre, egy fehér lap, egy fehér lepedő. Vagy mindegy, hogy ha nem fehér, akkor legyen narancssárga. Én a konyhaasztalon szoktam sok dolgot lefényképezni. Az egy narancssárga színű bútorlap. Lefényképezem előtte a terméket, ugye. És akkor azt egy kattintással, egy színkijelöléssel, egy kattintással ki lehet jelölni, hogyha homogén a háttér, de mondom, ehhez be kell világítani. És akkor nem lesz az, hogy én lefényképezem a terméket, úgyhogy a háttérben ott van a virág, meg a filodendron, meg a függönynek a csipkéje, meg a lufasz. Így nem lehet. Annyit meg kell, vagy fekete háttér előtt, például fekete hátteret honnan veszünk, ide tesszük a monitor elé. Itt a monitor előtt bevilágítom, lefényképezem, kész. Ki lehet vágni. Ha mondjuk nem üvegpohárról van szó, mert ez rossz példa volt, mert ugye azon átlátszik a feketeség. Mármilyen más terméket, ha világos színű a termék, akkor sötét háttér előtt kell lefényképezni. Ha sötét színű, akkor világos háttér előtt. Ugye meg legyen az ellentét, hogy egy kattintással könnyű legyen kijelölni, és akkor ez... Ha nem így csinálja, a plusz munkát ad a képszerkesztőnek, ne csodálkozzon rajta, ha nem szeretem módon fog hozzáállni, hogy nem akarja megcsinálni, mert abban nincs semmi élvezet ilyen szarral dolgozni, ilyen szar alapanyaggal. Megcsinálni, megcsináljuk, mert kötelességünk, de hogy jópofát is vágjunk hozzá, azt nem lehet elvárni. Most nem tudom, mondanék rá egy példát, de nem tudok. Mondjuk, magának az lenne a munkaköri kötelessége, hogy egy kurva kibaszott ronda főnök asszonya lenne, aki mondjuk 60 éves, 200 kiló, herpeszes, térdig pina pupikcsecs, és magának azt kéne kurogatni minden nap, mert a munkaköri kötelessége van, hát nem van benne sok köszönet, meg sok élvezet, megcsinálnám, mert muszáj. De azért... Nem hiszem, hogy olyan nagy lelkesedéssel csinálnám, mint hogyha szép, csinos, kívánatos lenne. Bocs, ezért a durva vulgáris példája, de kb. Ilyen. Nem, mint sajtreszelővel rejszolni körülbelül. Hát az a minimum, hogy megtiszteljük annyival például, hogyha ha nem a fia a dolgozója, hanem bármilyen külsős munkatársa, csináltatunk egy
munkát, akkor az a minimum, megtiszteljük azzal, hogy használható anyagot adunk neki. Mert hogyha ezt odaadjuk egy grafikai stúdiónak, hogy csináljon belőle katalógust, akkor a grafikai stúdió ezt úgy visszavágja, mint a szart. Mert azt mondja, hogy bocsánat, ebből én nem tudok normális olyan katalógust csinálni, ami nézhető, meg ami normálisan használható lenne, azzal csak saját magamat égetem, ha ilyen munkát kiadok a kezemből, tehát nem adok ki ilyen munkát a kezemből, csináljon rendes képet, hívjon fotóst, fotóztassa le, fizesse meg a fotóst, ha nem akarja megfizetni a fotóst, és mindenáron spórolni akar, akkor egy ilyen kompakt gépe legyen, egy lámpája legyen, egy normális fotós lámpája, kész. Ennyi. És legyen egy homogén háttér, ami előtt lehet fénykép, az mindegy már, hogy milyen színű, nem muszáj, hogy RGB zöld legyen, nem muszáj, hogy RGB kék legyen, az a lényeg, hogy homogén, jó bevilágítható, egyszínű háttér legyen, és akkor onnantól kezdve könnyű kivágni a terméket a háttérből, amit lefotóztunk. Na, ennyi lett volna, körülbelül, hát remélem, hogy átjött belőle valami, mert amúgy nagyon szimpatikus fia van, ahogy nézem itt a profilképén, azon az ekkora képén, na, tényleg, na, körülbelül ennyi lenne, úgyhogy akkor remélem azért szent a béke, nem lesz itten családi háborúság belőle. Na, viszlát!